Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint unboxing lesz, mégpedig az iPad Pro 12.9.2020-as változat. Na lássuk, mit rejt a doboz. És itt is van ez a szépség. Szép nagy. Ez egy 128 gigás, negyedik generációs Wi-Fi és SIM-kártyás változat. Túl sok mindent a specifikációkról nem fogok írni, be fogom linkelni a videó alá a weboldalát, ahol minden pontosan le van írva. Tehát ez csak egy unboxing lesz. A doboz a Apple logo, iPad Pro, Apple logo, iPad Pro. És a hátoldalát már ugye láttátok. Szóval nincs túl csicsázva, szokásos Apple cucc. A dobozból szokás szerint nehezen jön ki. És akkor itt is van maga a tablet, ezt most félretesszük egy kicsit. A dobozban van még leírások. Igen, ezek nem érdekelnek. Szokásos leírások, dupla kameráról, stb. Hogy kell használni. Ezeket már nem fogjuk. Itt a szintű, ugye? Mivel színes változat, ez fog kelleni később. Egy töltő. Ami kis cuki igazából. Hála Istennek végre USB-C-s. Kihajtható. Kényelmesnek tűnik, meg lehet fogni szépen, mivel vannak ezek a kis bemélyedések. Nagyon praktikusan csukódik, nyílik, illetve USB-C kábel. Nem tudom, mennyire fog látszani. És igazából a doboz ennyi. A vicc az egész volt, hogy a dupla kamera miatt ugye itt van a doboznál egy kis bemélyedés, hogy feküdjön szépen a tablet. Jó. És akkor mondjuk ki. Tudtam, hogy nagy lesz, de ennyire nem tűnt nagynak. És akkor itt vannak a dual kamera, a lidarról, flash, iPad, felirat, a dokkolónak a helye, illetve a szokásos Apple logó, másik oldal csak egy mikrofon, az antennáknak a kimenet, lent is van egy antenna, alól a két hangszóró, illetve ugyancsak anténa, USB-C port, a tollnak, vagy a pennek a töltője, hangerős szabályzók, antennák, ugye megint mikrofon, és a tetején ugyancsak mikrofonok, még két hangszóró, illetve a bekapcsoló gomb. Elől nagyon picibe látszik egy kamera, illetve a Face ID miatt a feloldásához szükséges szenzorok. Az egyetlen dolog, hogy nem látom, hova kell a SIM-kártyát betenni, de ezt majd később meglát. Ja, itt van arról. Ide jön be a SIM. Nem tudom, mennyire fog ráfókuszálni. Kapcsoljuk be. Később majd fog jönni még egy videó, amiben kicsomagoljak és bemutatjuk a ceruzát is hozzá. Egyelőre ez ennyi lesz. Valószínűleg fogok csinálni majd egy videót még, hogy működik és hogy megy. De ezt valószínűleg már mindenki sejti. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!